ez egy két részes opera, és a legnagyobb kihívás az számomra, hogy barátom és régi munkatársam a szerző, és nagyon szeretnék neki örömet okozni. Nincsenek kedvenc részek, mert 5 gyereket is egyformán szeret egy szülő, meg 10-et is, meg 1-et is. És a szerző ötleteit és gondolatait szerettem volna megsegíteni a tánccal, a mozgással. A kihívás ezekben az, hogy egy óriási produkciót kell összetenni, több mint 100 ember van a színpadon, még az árokban 60 zenész. Kerestünk egy olyan vizuálisan láthatható formát, ami tartalmilag köthető a darabhoz. Ekkor akadtunk rá az interferenciára, mint jelenségre. Hol keményebb vonalakból, hol lágyabb, picit életlenebb, puhább, köralakú formák játékából adódik össze. Borzasztóan foglalkoztatott, hogy nyelvileg hogyan lehet ma olyan operát írni, ami nagyon szorosan kötődik az operai tradícióhoz és az opera intonációs hagyományához. Az a finom határvidék, ami az álom, a valóság, a színlelés körül zajlik, előhívja a közönségből azt a gondolatot, hogy ezt már valahol hallottam. Valóban ideális előadás születik. Kovács János nagyon nagyszabású operakarmester, Novák Eszter tökéletesen értette és értelmezte a szándékaimat, és hát a szereposztás teli találat. Nehéz lesz megbukni. Hívom a közönséget, meghívom erre a kis zenei szertartásra. Jól fogja érezni magát ezen az estén.